FC. Szóval, mi az, mi történik most, hogy itt vagyok a Paddington Farmon. Éppen csak keresztül megyek, majd ide fogunk jönni. Holnap reggel 10 óra után sátrazni. De egy kicsit körbe videózok akkor, amíg van idő. Ott néhány tehén van. Egy kis istáló, gondolom. A farmnak az épülete. Ez ugye a völgy, dombos vidék. És ez az út megy keresztül a farmon, oda föl a hegytetőre. Menjünk akkor le itt a hegy oldalban. Közben nézzük a teheneket. Gyümölcsös ott is, az országnak ezen a részén nagyon sok alma terem, gyakorlatilag itt majdnem, hogy mindenütt alma van, mert ebből készül a cider, ami ugye egy ilyen szénsavas alma volt. Ott lehet látni, almák, gyümölcsös, tanyaház, tanyaépület. A kemping. Valaki nagyon nagy tábortüzet lakott már, szerintem lehet, hogy a napfordulóra megy a tábortűz ott a kert végében. Amúgy ott megfigyelhető egy kis terepjáró tetején a tető sátor. Abban a bádog épületben dolgozik a kovács. Farm, anyaház, és van egy kis tó. Létrán be is tudsz menni a szigetre, körbe tudsz menni. A farmról az az érdekesség amúgy, hogy itt árva gyerekeknek tartanak ilyen gazdálkodó oktatást, hogy megismerjék a vidéki életet. Ez a kempingezőknek egy ilyen rész, ahova esetleg eső esetén beállhatnak. Ez a híd, látható, ez azért van, hogy a tanyasi állatok ide ne jöjjenek be vagy ki, mert ez ilyen nagyon nagy. A fokok között ott egy gödör van, oda beszorulna a marháknak meg a disznók, oda nem tudnak átlépni rajta az állatok. De itt van egy kis átjáró kapu, becsukod a kaput, akkor ugye ők már nem tudnak átmenni. De az ember, a gyalogosok itt át tudnak járni, illetve van ez az átlépő. Majd lesz egy kicsi, megpróbálom felvenni a kempinget. Kovács műhely. Gyerekek, csizmát. Kikapcsoljuk.
Ó. Hol itt a nő? Na, akkor gyalogolunk le. Paddington Farm, ahol majd holnaptól leszünk. Onnan gyalogolunk le a Middlewick Farmra. Paddington Farm. Menjünk be, nézzük meg az állatokat. Nézd meg, ilyen átlépő van. Fűzfa kerítés. Szép fűzfa kerítés. Ilyet szeretnék én is. Akkor ezt a részt kivágjuk. Átug. Föllépünk. Átlépünk. És már benn is vagyunk. A legelőn. Egy kis játszótér. Illanypásztorral itt körben vannak kerítve. Egy ló, póni, oda be tudnak állni a melegbe. De én a lámát keresem, hát ha itt van. Ott valami fekszik, de hogy mi lehet az? Nézzük ezeket meg. Birkák. Az is egy birka. Hol lehet a láma? Most nincs itt. Menjünk. Mindjárt ott vagyunk. Úgy megint gyümölcsös jön ott már. Gyümölcsös, ahogy ugye mondtam, mindenütt ez van. Majd megnézzük, hogy ugye az alma szezon az majd csak később ilyen. Ősz közepén. Camping, oda megyünk holnap. Na. Igazából semmit nem tudunk mondani, úgyhogy nem jön valaki, hogy kikapcsolom egy kicsit. Na, ott megint egy ilyen átlépő van. Ezt nem a Paddington, nem. Middlewick Farmra vezető út. Nézzük meg, hogy mit ír ez. Igen, ott írja rajta, hogy Middlewick. Ott vagyunk mi. A túra kerítés. Almafa. Nézzük meg az almákat.
Azért menő ám. Például ki van bimbózva. De hát, hogy nekik nekik termés, megcsinálják itt a saját szájderüket, itt a tanyán. Jó kis gyümölcsös. Régi öreg fa. És itt érünk át a Midolvik farmra. Zárva van a boltjuk. Vasárnap, azt hiszem 5-kor zár amúgy. Midolvik Reception Farm Shop, meg az elektromos autó parkoló, lószállító, amiből ennivalót árulnak napközben. Na és nézzük meg, a nagyon jó kis boltjuk van itt, meg kávézó. Sok minden van amúgy, majd elég jó kis bolt, talán jobb még, mint nálunk a sarki kis boltnál biztos. Régi angol piros telefonfülke, amiben virágok nőnek. Tízes számú korona. Nézzük meg a régi tanya épületeket. Ez nagyon régi épület, amúgy tuti 100 évnél. Úgy tudom, hogy itt már 500 évvel ezelőtt is tanya volt. Persze ezek nem a legelső épületek. De mindegy, ott meg mi van, a lovak voltak régen, ott mikor októberben itt voltunk. Meg az a kis hullámpala épület, meg disznóknak van. Majd mindjárt láthatjuk az ő lovaikat a tulajdonosnak. A tulajdonos az itt lakik ebben a fa gerendai házban. Nem itt előttünk, hanem onnan balra. Abban. Ott vannak ilyen masszázs meg körömszalonok azokban a pásztorkocsikban.
pásztorkocsi az egyik, ott a másik, mögötte, meg ez is. És a... ezek meg a fürdőszobák. Ebben van mindegyikben zuhanyzó, meg WC. Ez a milyen két pont szemben. Abban az épületben meg van a medence. De azt most nem nézzük meg. Most följövünk erre. Megnézzük, hogy amit ettünk. Na akkor. Minden ilyen kis szálláshoz tartozik egy fürdőszoba. Megpróbálunk ide bejutni. Jó meleg van itt most is. Tipikus angol fürdős villanykapcsoló. Meghúzod a madzagot, az föl kapcsolja a villany, kis polcocska, zuhany, na WC. Let's see what is in here. Put behind me, the part here. We are videoing what is in the report. Radiator, bed, window not open, apples, mirror you can shave there in the corner, sort of. That's yours, sir. Rubbish bin, toaster and kettle, and the fridge, and the barbecue area here. Barbecue area. That's where they got electricity on the back. Couple of sheep. Let's get a photo, good photo of the people up on the tour. Oh, there is a whole group, like 15 people. This camera focuses, so you can count the people. If you want to, obviously nobody wants to do that. But you remember when on the Goodwood race course we looked the deers. Let's see how far we can get. PJ? I think the goats are gone. Horses are in a different part. Yeah. Can see the cows down there. Quiet, nice and peaceful, just listening to birds. The sheep.